Jó estét kívánok! Aktuális című magazinunkat látják. Ma esti vendégem Mészárosné Szabó Anna, a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztály vezetője, akivel a mesterképzésről és a mesterlevél megszerzéséről fogok beszélgetni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara több szakmában biztosít lehetőséget a mesterlevél megszerzéséhez. Kérem, fejtse ki, hogy mi is az a mesterlevél? A mesterlevél nem illeszkedik szervesen abba a hierarchiába, amit mondjuk így valaki elképzel, hogy elmegyek általános iskolába, aztán majd középiskolába, majd egyetemre. Tehát ez nem, nincs benne a régi országos képzési jegyzékben sem, és valahol mégis benne van, majd ezt el fogom mondani, hogy hogyan. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy cím, de úgy is fogalmazunk, hogy a szakma diplomája. Tehát azokban a képzésekben, azokban a szakmákban, ahol nincs egyetem főiskola, ott 5 év gyakorlat megszerzése után lehet jelentkezni mesterlevél megszerzésére. Hogy a konkrétan válaszoljak a kérdésre, mi ez a mesterlevél? Ez egy hatalmas nagy oklevél, ami mögött természetesen van az eredményeket felvázoló bizonyítvány, de még egyszer, ez egy cím, nem iskolai végzettség. Milyen előnyökkel jár, ha az adott szakmában dolgozó szakember mesterlevelet kap? Erre több válasz is van, hiszen vannak olyan szakmák, amelyeknek olyan tevékenységek, amelynek a végzéséhez kötelező, hogy valaki mesterlevéllel rendelkezzen. Ilyen például a gázszerelőknek a szakmája. Tehát ott, ha valaki egyéni vállalkozó szeretne lenni, de ugyanígy említhetem még a kéményseprőket például. Tehát több olyan szakma van, ahol rendeletbe van foglalva, hogy egyéni vállalkozó csak az lehet, akinek mesterlevele van. Tehát itt nem előny-hátrány kérdése, hanem itt ez egy kötelezettség. A mostani szakképzési törvény előtti törvényben megfogalmazták még 2011-ben, hogy ahhoz, hogy valaki tanulót foglalkoztathasson, tehát középfokú szakképző intézményből gyakorlati helyként tanulót fogadjon, ahhoz azokban a szakmákban, ahol megjelent a mestervizsga rendelet, mestervizsgával, mesterlevéllel kell rendelkezni. Tehát itt viszont előny volt, hogyha megvolt, mert ha nem volt meg, akkor nem fogadhatott tanulót, ha csak nem esett a törvény kivételei közé. Most már ez megszűnt, tehát már a fő szabály nem az, hogy annál lehet tanuló, akinek mesterlevele van, hanem annál lehet, aki kamarai gyakorlati oktatói végzettséget szerzett. Ez egy új tavaly óta menő tanfolyam és egy tanúsítvánnyal záródik, és hogy mennyire érdekes a mester levélnek a szerepe, vagy a tiszte egyáltalán Európában. Miért volt szükség arra, hogy megváltozzon a törvény, hogy most már egy kamarai gyakorlati oktatói vizsgát szervezünk? Annak nagyon egyszerű oka van, az pedig az, hogy a Dunától nyugatra sokkal-sokkal nagyobb értéke van a munkaerőpiacon egy mesterlevélnek, mint Magyarországon. Tehát és ugye tudjuk, hogy nagyon sok szakember megy el külföldre dolgozni, tehát ha valaki kimegy Németországba, ott nagyon is zsebben érezhető értéke van, tehát a fizetési borítékban talál több magasabb fizetést, hogyha ő mesterlevéllel rendelkezik. És hát nagyon sok ember kihasználta ezt, megszerezte állami támogatással a mesterlevelet, és szépen elhagyta az országot, tehát van értéke, Magyarországon még, ha úgy nézzük, konkrétan zsebben így nem érezhető, vagy legalábbis nincs rá számadat, nem kutattuk még ezt.
Milyen szakmák esetében lehetett jelentkezni erre a mesterképzésre? Tehát először is van egy lista, amely tartalmazza azokat a szakmákat Magyarországon, amiben megjelent mestervizsgarendelet. Tehát amiben mestervizsgarendelet van, abban bármiben lehet jelentkezni, tanfolyamra is, vizsgára is. Az más dolog, hogy ekkor esetleg tanfolyam nem indul, tehát önállóan kell felkészülni a vizsgára, hiszen tanfolyamnak anyagi költségei vannak, tanárokat kell fizetni, termet kell bérelni, stb. Tehát járulékos költségei, és az egy ember esetében borzasztóan nem rentábilis megszervezni. Ettől függetlenül volt már olyan, hogy például a női szabóból kettő szakembernek csináltunk, szerveztünk tanfolyamot, de azért öt az a lélektani határ, öt fő, ahol már elindítjuk. Jelenleg támogatott tanfolyamunk, amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogat, 56 főre, 8 szakmából, és emellé társul még legalább ekkora létszám, akik nem pályázati támogatásból jönnek, hanem saját zsebből állják a felkészülés, illetve a vizsgának a költségeit. Ahhoz, hogy támogatott keretbe valaki bekerüljön, annak az a feltétele, hogy vállalja azt, hogy ahogy végzett a mestervizsgán, tehát ahogy megszerezte a mesterlevelet, onnantól kezdve bármikor hajlandó a szakképzésből tanulót fogadni. Aki úgy gondolja, hogy nem vállalja ezt föl, vagy olyan szakmából jött eddig, ahol például a lábápolók, műkörömépítők nem voltak eddig benne az országos képzési jegyzékben, mint iskolarendszerű képzés, csak iskolarendszeren kívüliben lehetett felnőtt képzésben tanulni, ez most megváltozik, de eddig nem voltak benne, ők nem is jöhettek volna támogatottban. Mi azt látjuk, hogy látva a számokat, és évről évre Magyarországon Békés megye élen áll, mindig dobogósak voltunk, de most például első helyen vagyunk a mesterlevelet megszerzők számában. Azt látjuk, hogy igenis kialakult egyfajta presztízs a vállalkozók között, és büszkén teszik ki az üzlet a műhely falára a mesterlevelet, hogy ők ezt megszerezték. Azt nem tudom, nem is néztük még ezt, nincsenek erről ismereteim, hogy például árban ők ezt érvényesítik-e, vagy a vevő tudatosan olyan helyre megye be, ahol tudja, hogy na, ő egy mester. Vannak azért olyan szakmák, amely egészen a régi rendszerből olyan szakma, amiben tényleg presztízs volt az, hogy valaki mester, fodrászmester, kozmetikus mester, a kőműves mester, fényképész mester, úgy is volt a régi cégéreken kiírva. Tehát, hogy valaki fényképész mester, és ez igen egy töbletet jelentett. Most egy pár évvel ezelőtt volt egy nagy projektünk, amiben szintén mestereket képeztünk, amiben az első szakácsmesterek jöttek. Belőlük az első fecskékből alakult a kulinári team, aki pedig azóta gyönyörű sikereket ér el világ, illetve Európa bajnokságokon, és ők indították el a vendéglátóiparban ezt, hogy igenis az, hogy szakácsmester, az egy rangot jelent. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy nagyon sokszor tévesztik, és a médiában is előszeretettel nem tesznek, vagyis egyenlőségjelet tesznek, például egy mesterszakács és egy szakácsmester között, egy mesterfodrász és egy fodrászmester között, holott óriási különbség van. Egy fodrász, egy mesterfodrász, ahhoz, hogy ezt megszerezze, hogy ő mesterfodrász, elég, ha egyszer elindul egy versenyem. Ott az adott
bizottság, zsűri, bírói testület az ottani egyszeri eredménye alapján kiállítja számára, hogy ő mesterfodrász. A fodrászmester az eleve már 5 év gyakorlat, ez a minimum, és azon kívül ugye egy tanfolyam és egy nagyon szigorú, kőkemény vizsga eredményeként szerzi meg ezt a címet. Megyénkben hogyan alakult a részvételi arány a szakmák tekintetében? Hát ahogy mondtam, most 56 ember van 8 szakmában, 7x8, 56, nem mindenhol vannak hetem, vannak ahol 5-en, vannak ahol többen, autószerelők, gázszerelők, tehát így kőművesek, szakácsok, pincérek, így áll össze, és hát akkor akik még ehhez csatlakoztak, tehát vagy olyan szakmában, ahol nem tudtak volna támogatottba jönni, vagy olyan szakmában, ahol nincs támogatott mesterképzés. Milyen feltételeknek kellett megfelelni azoknak, akik az államilag finanszírozott létszámban kaptak helyet? A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának mestervizsga szabályzata van. Tehát abban minden szakmának le van írva, hogy mik a bekerülési feltételei, hogy dolgozni kell. Tehát nem lehet úgy bejönni, hogy valaki például munkanélkül van most az utolsó egy évben, tehát be kell tudni mutatni igazoltan, hogy minimum 5 éves gyakorlattal rendelkezik. A szakmai végzettség, iskolai végzettség az eleve ugye adott, tehát nem jöhet hegesztő szakácsmestervizsgára. Tehát a szakmai végzettség, a gyakorlat igazoltan, és hát ahogy mondtam, támogatott tanfolyamba az, aki vállal tanulót ezek után. Ugye, aki viszont nem került be ebbe a keretlétszámba, önköltséges módon szintén csatlakozhatott a képzéshez. Így van. Tehát vagy azokhoz csatlakozott, ahol van támogatotti létszám, vagy pedig teljesen különálló csoport, de több mint, tehát olyan 110 körüli fő van most, akik jönnek, és nem csak Békés megyéből jöttek, hanem más megyékből is jönnek tanfolyamra is, és hát a vizsgát is itt szervezzük meg. A mesterképzés lehetőségének szakmai listáját bővítik-e a közeljövőben? Minden évben bővül. Minden évben kiépít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 5 szakmában, általában 5 szakmában mestervizsga rendeletet. Ezt mindig szakmai szervezetek kérik. Tehát nem úgy történik, hogy bejön egy ember, hogy hú, látom, az én szakmám nincs a listában, hanem mindig egy ilyen szakmavédő szervezet, egy érdekképviselet, egy szakmai szövetség kéri. Például legutóbb az ipari alpinisták kérték, hogy ők is lehessenek mesterek, tehát nekik is lehessen tanfolyamot szervezni. És milyen eltérés van a szakmánként a képzési idő hosszúságában? Mióta a kamara támogatott mesterképzéseket szervez, egyöntetűen 180 órás felkészítést szerveztünk, amiből 60 óra volt a pedagógia és vállalkozás ismeret, 80 óra volt elmélet, szakmai elmélet, 40 óra gyakorlat volt, ahol egy pici eltéréssel, de általában 180 óra volt. Ebben az évben a mesterképzés is teljes reformon esett át, és most megváltozott az összetétele. Van például a szakácsoknál jóval magasabb óraszámot írtak elő azok a szakemberek, akik összeállították a követelményét, úgyhogy ők most már jelentősen több órát vannak a konyhában. Egyébként, ahogy mondtam, önálló felkészüléssel is el lehet jönni. Halkan jegyzem meg, hogy nem érdemes, általában bukás a vége, tehát nem tudnak felkészülni önállóan, nem jellemző, hogy fel tudnának készülni önállóan, mert hogy nagyon, nagyon komoly a vizsga. Még lehet, hogy a szakmájuk az, amiben talán igen, de
ott sem jellemző az önálló felkészüléssel való siker, de a pedagógia vállalkozás ismeretből nem tudnak önállóan felkészülni otthon. Úgyhogy olyan komoly számítások, adózási jog, marketing, pszichológia, pedagógia, ami nagyon összetett tudást igényel, és felkészülést igényel, és felkészítést igényel. Úgyhogy változó, mint ahogy változó a vizsgáknak is az időintervalluma. Van, ami 15 órás vizsgát, tehát például a szakácsoknál 15 órán keresztül vizsgáznak. Van, ahol 770 perc, ugye mi percekbe mérjük, percekbe írjuk, de van, ahol csak 280 perc, tehát változó, szakmája válogatja. Attól függ, hogy mekkora a gyakorlati igény. Például a kereskedőknél a legrövidebb, mert náluk inkább szakmai számítások vannak. Aki a későbbiekben szeretne mesterlevélhez jutni, hol és hogyan jelentkezhet? Egyelőre ma Magyarországon mestervizsgát csak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tarthat, és a székhelynek megfelelő, tehát a vállalkozás székhelyének megfelelő területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál lehet erre jelentkezni. Ez Békés megyében a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara, itt Békés Csabán a Penza lakótelep utca út, vagy lakótelep 5 szám alatt. Köszönöm szépen, és köszönöm, kérem, hogy a vendégünk szépen, köszönöm, volt. Hogy itt lehettem. Ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!